magyar hangok. Forgács Péter. Tompos Kátya. Jakab Csaba, Nyakó Júlia. Csomor Csilla, Kovács Vanda, Szabó Andor. Karácsonyi Zoltán, Pap Katalin, Szabó Zsejke. Kelemen Kata, Kobela Kira, Rostás Ábel, Vámos Mónika, Reigler Renáta. Kertész Péter. Martin Márta. Mavi szerelme. Miért nem hozod a teát? Egy órája várunk. Az ég áldjon meg. Nagyon szeretted Mamutot. Úgy szeretted és tisztelted, mintha a saját apád lett volna. A Fatma nagyon kiborult. Nagyon megviselte. Hol van a pacipője? Az ajtó elé kell tenni. Ó, persze, el is felejtettem. Pembe, hol van a csomag, amit a kórházból adtak ki? Abban van. Én meg honnan tudjam, hol van? Biztosan bent van. Hozd ki! Nincs másik cipője? Nincsen. Egyetlen pár cipője volt. Ali, mi a helyzet? Halló, Jamal, Fatma vagyok. Fatma, mi a fene történt? Jamal, én ezt nem bírom. Elmegyek a rendőrségre. Én nem vagyok gyilkos. Te tetted. Elment az eszed. Tönkre fogsz tenni. Te is tettes társ vagy, Fatma? Te is ott voltál velem? Én akartam mentőt hívni, de te nem hagytad. Szedd már össze magad! Fejezd be ezt a cirkuszt! Hagyd abba! Nem! Én ezt nem bírom! Elmondok mindent! Fatma! Halló! Fatma! Letette! Meg kell állítanom ezt a bolondnőt! Lyukas a cipője. Beázott. Biztosan fázott. Tudod, mit mondtam neki utoljára? Azt mondtam, hitvány ember vagy. Fazil úr csatlósa lettél. Ali, hogy tehette?
Hogy mondhattam ezt az édesapámnak? Mit tettem? Nem haragudott rád. Már megbocsájtott. Hidd el. Megbocsájtott. Fatma! Fatma! Te most a rendőrségre mész? Igen, vallomást teszek. Nem bírom ezt a bűntudatot. Rémálmaim vannak. Fatma! Tönkre teszel minket. Vége lesz az életünknek, Fatma! Fatma, várj! Beszéljük meg ezt az egészet! Akkor is megyek, hagyj békén! Várj! Tudom, friss még a gyász. Zavart vagy. Évekig börtönben akarsz maradni. Én miért? Te lökted előtt. Én csak elcsitítottam és lefogtam. Védekeztem. Csak baleset volt. Tényleg? Akkor mitől félsz annyira? Akkor mondd nekik azt, hogy te nem csináltál semmit. Hé, Fatma! Ó, Hüsszein! Mi újság? Minden rendben. És az édesapja hogy van? Jól, hála Istennek. Hallom, felgyújtották a raktárát. Tudják, ki volt? Nem még, a rendőrség még nyomoz. Ki fog derülni? És nagy lett a kár? Nagy, Hüsszein, nagy. El sem hiszi. De biztosan sok a dolga, menjen csak. Nem, éppen ráérek. Ha már itt vagyok, hadd kérdezzek valamit. Igaz, hogy emelkedni fognak a bérleti díjak? Gyere, kávézz velünk. Anya, apa, értetek jöttem. És hová megyünk? Gyertek, az anyósomékhoz. Részvétet kell nyilvánítani. Drága fiam, én be nem teszem a lábam Hasszibe házába. Add át neki te a részvétünket. Most nincs helye a haragnak. Alinak igaza van. Ez így illik. A rokonunk. Gyerünk, menjünk. Gyere, anya. Hagyd már békén, Jamal! Lehet, hogy te voltál? Miről beszélsz? Igen, jól hallottad. Talán tetted, Fatma. Talán én azt mondom majd, láttam, hogy verekszenek. Ügyvédeket fogadok, és lehet, hogy bűnözőként végzed. Ne makacskodj. A végén még megjárod.
Fatma, kérlek, ne légy már csökönyös. Neki már mindegy. Mi ártatlanok vagyunk. Miért gyötörnéd magad? Felejtsd el ezt az egészet. Légy átkozott! Tönkretetted az életemet! Állj már le! Rendben? Jól van. Ha meg akarsz ütni, üss meg valahol máshol. Könyörgök. Figyelnek a rendőrök. Ha akarod, találkozzunk később, és verd szét a fejem. Üthetsz akkorát, amekkorát akarsz. Ezek a nők. Na hát, pár szép szó, hogy hat. Kár, hogy az új rokonok nem jöttek a temetésre, meg se látogattak. Ugyan, ők gazdag népek, nem jönnek ide. Ti még nem ismeritek őket. Az új rokonaim nagyon tartózkodók. Ha egy családban meghal valaki, az komoly dolog. El kell jönniük. Hasibe, talán nem fogadnak el. Jó ég, miféle hely ez? Hallgass, így is elég ideges vagyok. Megjöttek, itt vannak a drága rokonaim. Isten hozta magukat. Jöjjenek be! Őszinte részvétem. Isten áldja meg, Refika asszony. Ó, jaj. Fáj a szívünk. Meghalt az én drága férjem. Meghalt, megszakad a szívem, Refika asszony. Az egyetlen vigasza, mondja. Hányat férjhez adta még mielőtt meghalt. Ez az egyetlen örömöm. Ó, Isten hozta, Fázil úr. Részvétem, Hasibe. Kedves, köszönöm. Nagyon köszönöm. Ide figyelj. Nehogy egyedül hagyj ezzel a nővel. Hallottad ezt? Maradj így mellettem! Kérem, fáradjanak be! Erre! Jó napot! Részvétem, Mavi. Köszönöm. Egész álló nap csak mosogatok. Mennyien jönnek még? Nyugalom. Ilyenkor ez van. Így van rendjén. Szafia, miért nem te ázott? Az melyik is? Refika menye. Fintorgott. Undorodik tőlünk. Miért undorodna? Miért? Mik vagyunk? Patkányok? Hagyjuk.
Inkább vacsorázzunk, nagyon-nagyon megéheztem. A férjed meghal, de az éhség itt marad. Fatma, hogy vagy, drágám? Olyan csendes vagy. Csak szomorú vagyok. Anya. Igen? Mihez kezdünk most? Hogy élünk meg? Mi lesz velünk apa keresete nélkül? Apád talán meghalt, de... De ott az új család. Fatma, te mit csinálsz? Vacsorát. Köftét sütök. Mi? Tegyük el! Ezt tegyük el! Hozz kenyeret meg olivát. Alinak kenyeret meg olivát adt? Ez komoly? Igen, ez komoly. Ez komoly. Hadd lássa, hogy nincs sok ételünk. A vőmnek látnia kell, hogy milyen nyomorban élünk. De bámuljatok! Gyerünk! Még senki sem irritált engem ennyire, mint ez a Hasibe. Senki. Jól van, Refika. Nem olyan módosak, mint mi, ezt megértem. De nem ártott neked. Mindig tisztelettudó. Tisztelettudó? Inkább tolakodó. Úgy öregetett, mintha valami régi barátnők lennénk. Gosztustalan. Anyuka, tudhatná. Ez a szomszédaiknak szól. Kérkedik, hogy a Görecski család rokona. Hogy ne szeretné? És a többi? A menye és a lánya? Mi lenne velük, Jamal? Sírnak, mit csinálnának? Aha. Mit siratják azt az iszákost? Örülhetnének, hogy meghalt. Te hogy beszélhetsz így? Ne legyél ilyen kegyetlen. Most miért, apa? Mi? Talán nincs igaza? Ez most nem számít, igaz vagy nem. Mamut akkor is az apjuk volt. Vigyázz a szádra, fiam, tiszteld a holtakat. Akkor is így van. Most már elég legyen. Nem kell annyit pletykálni. Már pletykások is vagyunk, ez aztán remek. Nem, Refika, de hagyjátok már őket. Igen, hadd együnk nyugodtan. Törődjünk csak a saját dolgunkkal. Semmi közünk hozzájuk. Minden rendben volt, ugye? Nem történt semmi furcsa vagy szokatlan. Jamal, neked meg mi bajod van? Mintha valami nyomasztana téged. Nem nyomaszt semmi. Pedig úgy tűnik. Fejezd már be, Safie! Nincs semmi bajom. Jaj, gyertek ide, vacsorázzunk. Jó, gyertek. Kérem, anyuka, hadd hozzak vacsorát. Nem, fiam. Nem fogadhatom el. Szégyenben maradnék. És ezt is visszaadom neked, vedd el. Dehogy. Vedd el, fiam. Nem veszem el. Az Istenért. Ali, te pénzt adtál nekik? Miért baj? Már egy család vagyunk. Apámat is megsértetted vele. Ó, igen, igen. Nagyon, nagyon mérges volt. Azt mondta, az életüket megoszthatják velünk, de a mocskos pénzük nem kell. Ez a drága férjem akarata. Pénzt nem fogadhatok el. Ez nagyon szép tőled, anya. Apám halála kellett, hogy végre legyen tartásod. Persze, rúgj belém, jó, rúgj csak. Már nem számít. Apád meghalt, a szívem megszakadt. Nekem már többé semmi sem fájhat, tudod? Anyuka, ne hallgasson rá. Már egy család vagyunk. Ezért támogatnunk kell egymást. A normális családokban igen. Ezek ki fognak használni. Hogy beszélhetsz így? Ez anyám terve. Nem látod? Mavi! Miért szűnék én tervet? Hm? Ami a szívemen, az a számon. És nem akarom a pénzed. Ne légy velem ilyen igazságtalan. Nem akarok én tőled semmit. Ha néha meghívsz majd vacsorára, na jól van. Amúgy nekünk jó a kenyér hagymával. Én pedig
elmegyek takarítani ilyen öregen. Pembe, te ott hagyod az iskolát és dolgozol. Na nem, azt nem engedem. Ezt meg hogy gondolod, te? Miből fizessem? Mintha meddő lennék, te meg azt kérdeznéd, hány gyerekem van? Még Metin is dolgozni fog, ha kell. Úgy. Majd árul zsebkendőt. Mindenki fog dolgozni, nem fogunk éhen halni. A munka majd megmenti minket. Na gyertek, vacsorázzunk. Tessék, fiam. Jó reggelt. Jó reggelt, Mavi. Jó reggelt, Mavi. Jó reggelt, lányom. Ülj le reggelizni. Ali, miért nem jött le? Még nem kelt fel? Már nem volt a szobában. Nagyon sietett valahova. Jó, te jó ég. Hová mehetett ilyen korán? Én megkérdeztem, hová megy, de nem válaszolt. Á, már itt is van. Ez biztos Gülizár. Átjön kávézni. Szóval Gülizár minden áldott reggel itt kávézik. Akkor tényleg elszántak. Ez elég aljas dolog, nem? Miért? Mit csináltok? Mit csinálnánk, ha? Nem is értem ezt. Ez a lány már megint képzelődik. Élénk a fantáziája. Szafia, te meg ne légy nevetséges. Miért jönne ide Gülizár korán reggel? Engedj el, nem megyek fel be a házba. Mi folyik itt? Mi van már? Engedj el! Engedj már el! Úgy sem megyek be! Akkor sem megyek be! Hagyd már, apa! Mégis mit csinálnál otthon? Nincs tévé, nincs hűtő, nincs semmi. Itt maradsz velem. Mi van itt, he? Miért van ilyen nagy hangzavar? Ó, te jó Isten, már megint ezek rajzanak, mint a bogarak. Viszonozni akarjátok a látogatást? Otthon kellene gyászolni. Ők nem vendégek. Ide költöznek. Micsoda? Mi? Te meg miről beszélsz? A gyógyszeremet, a vérnyomásom. Már is adom. Nyugodjon meg, nálam van, mert itt bármelyik percben történhet valami. Itt nem lehet az embernek már egy perc nyugtas. Anya, mit művelsz? Mit csináltok itt? Ali ragaszkodott hozzá. Én nem akartam. Kérdezd meg őt. Na, elég ebből. Ez itt nem szegényház, segélyközpont vagy szálló. Gyerünk, fogjátok a holmitokat és takarodjatok innen. Takarodjatok! Anya, én elmegyek innen! Majd ha felnősz, elmehetsz, addig itt maradsz! Hé, Fatma, ne légy vele durva, hiszen még csak egy kisgyerek. Mit szólsz bele? Nem a te gyereked. Anya, légy szíves. Hasibe néni, jöjjön. Gyertek! Állj meg! Nem jöhet be.
Figyelj rám, Ali, a holttestemen át. Érted? Csak a holttestemen keresztül jöhetnek be ide. Megértetted? Refika. Jól mondja, asszonyom, ez nem egy hotel teljes ellátással. Aha. Na pont a maga okos véleménye hiányzott még nekünk. Hallgass el, csend! Birgül. Igen? Hozz teát a vendégeknek. Refika, gyere beszéljünk. Beszéljünk? Ha? Miről beszéljünk? Halálba kergettek. Jól van, Refika, jól van. Tönkreteztek. Gyere, gyere. Istenem, Istenem. Mit művelsz? Istenem. Gyere, beszéljünk. Na gyerünk, menjünk a szalomba, kedves vendégek, akik csak bajt hoznak. Hatice, fogd a csomagokat, segíts a vendégeknek. Gyertek utánam. Mavi. Mavi. Mi a baj? Ezt komolyan kérded? A családomhoz semmi közöd. Ne mondd ezt. Láttad őket tegnap. Nincs mit enniük. Nincs pénzük. Nem hagyhatom őket ott. Majd én megoldom. És mégis hogyan? A napszámos bérből. Igen, miért ne? Elég az nekünk. Te nem tudod, hogy élnek a szegények. Csak egy elkényeztetett pasas vagy. Mégis mit képzelsz magadról? Hogy valami hős vagy? A herceg fehér lovon? Mavi, elég! Szembe köpsz azért, mert gazdag vagyok? Arrogáns vagy! Ne kiabálj! Akkor ne provokálj! Jó. Gondolj anyádra. Az unokaöcsédre. A hugodra. A sógornődre. Anyád már nem olyan fiatal, hogy dolgozzon. És ha lesz valami baja? Hadd maradjanak. Te tényleg úgy gondolod, hogy a feleséged vagyok? Igen. A nevem Görecski papíron. De nem vagy a férjem. Hogy miért vagyok itt? Hogy miért nem mentem el? Csak is a tárgyalás miatt. Ha ennek vége, egy percig sem maradok itt. Elválunk, és vége van. Nem leszel a férjem. És ők pedig nem a családod. Ezért ne is keveredj bele. Ne aggódj, nem fogok. Efelől légy nyugodt, de egyelőre tart a játék, amiben a férjed vagyok, és még nincs vége. Te játszod a feleségem szerepét. Ha azt mondom, a családod marad, az úgy lesz. Állj csak meg! Nem vagyok olyan, mint a többi nő. Ilyen házasság nem kell. Nem akarok ilyen férjet. Mi olyan vicces? Rendben. Majd megbeszéljük, milyen férjet akarsz. Anyád kint vár. Gyere. Menjünk ki. Hallok, nem értem, mi történik ebben a házban. Istenem, miért vesz minket ennyire? Ide hoztad ezt az átkozott Mavit, most meg az egész pereputját? Istenem, ezt nem élem túl. Ügyes bogár. Már is telepetészt a házat. Szaporodik, mint a csótány. Jaj, Jamal, hogy képzeled, hogy ezzel viccelődsz? Hát, már nem tudok mit csinálni. Kínomban viccelődök. Álljuljak el, mint anya. Az öcsém meghűlt. A jó szándéknak is van határa. Hogy képzeli ezt? Együtt élni ezekkel? Hát nem fogunk. Ez nem fog megtörténni. Nincs az az Isten, hogy vala is velük egy házban éljek.
Mondogass csak! Ali úgyis azt csinál, amit akar. Vagy zsarolni fog minket. Ja. Ez így van. Amíg állandóan Ali kedvére tesztek. Azt csinál, amit csak akar. Nem igaz, Jamal? De. Zsarol titeket. Azt mondja, ő is elköltözik innen. Ide hozza nekünk Ürgüp összes nyomorultját. Ti meg nem szóltok semmit. Hát most fogok. Majd meglátjátok. Ezt nem hagyom. Én vagyok a házasszonya, apátok az úr. A mi szavunk számít, majd meglátják. Mi van? Nem szól semmit, Fázil úr? Refika, elfogadtuk menyünknek. Fogadjuk el a családját is. Nem mondhatjuk, hogy a lány jöhet, ti nem. Ezt mégis hogy gondolod? Akkor tényleg engedi, hogy itt maradjanak, apuka? Igen, és akkor mi van? Éheznek. Van helyünk. Elférnek itt ők is. Te jó Isten, ez nem olyan, mint a új cselédünk lenne. Akkor ez a haszibe, ez a boszorkány velünk fog enni, akár csak egy úriasszony. Úriasszony, jaj nem. Ezeknél még én is hamarabb ülhetnék oda az asztalhoz. Vagyis ez csak egy példa volt. Jól van. Jól van, maradjanak. Lenyelem a békát, de jól jegyezd meg, Fázil úr. Ide jöttek, és feldúlták az otthonunkat. Úgyhogy nekik sem lesz egy perc nyugtuk sem itt. Magam teszek róla, majd meglátjátok. Anyádéknak elment az eszük? Hát, eléggé úgy tűnik. Őszinte részvétem, Isten nyugosztalja. Köszönjük. Maga mit bámul? Metin? Úgy bámul, mintha sosem látott volna még gyermeket. Nem tudom, mi baja van. Furcsa. Az összes holmitok itt van? Igen, nem mint olyan sok lenne. Ne aggódjon, itt meg lesz minden. Akkor itt maradunk. Hát, köszönjük szépen. Oh, drága nővérem! Oh, annyira boldog vagyok. Haszibe, az asszonyom a nappaliba kéret. Refika asszony miért parancsolgat? Kicsim. Ő ennek a háznak az asszonya. Nem ő jön ide. Na gyertek, lányok! Csak le. Isten hozta. Anya, készítsék a szobákat. Drága fiam, ez az asszonyok dolga. Az ilyesmikkel az asszonyoknak kell törődni, ők értenek hozzá, mi majd megoldjuk. Ti menjetek csak dolgozni. Menj csak, Fázil, menj! El fogsz késni. Apa, gyere, menjünk.
Hadd intézzék a maguk dolgát. Na. Menjünk. Refika, ne legyen gond. Jól van, Fuzzy. Nem lesz semmi gond. Jó munkát! Na, gyere! Gyere! Hányadikos vagy? Hagyjon már! Na szép, mit képzelsz, fiam? Te így beszélsz a felnőttekkel? A testvérét is megvertem. Te aztán nem vagy semmi. Kemény kis fickó vagy, mi? Ezt kitől örökölted? Szoktál focizni? Amikor gyerek voltam, sokat fociztam. Jól játszottam. Sok gólt rúgtam. Te is ilyen vagy? Ne kérdezgessen, hagyjon már! Csak ennyit tudsz mondani, hogy hagyjon már! Jamal! Már mindenki elment. Te egész nap itt fogsz jó pofizni? Jó, hogy szóltál. Nem néztem az órát. Indulok. Jamal, mit akarsz attól a kölyöktől? Olyan furcsa vagy. Ugyan már. Most halt meg a nagyapja. Szomorú. Csak apáskodtam kicsit felette. Előbb viselkedj apaként a saját lányoddal. Mert ez eddig nehezen ment. Szegény. Szinte apa nélkül nőtt fel. Jaj, ne már! Szerinted nekem ez jó volt? Ki dolgozik? Ki gürcöl? Jó. Jamal, drágám, hisz én értékellek téged. Ne haragudj már rám. Úgy szeretlek. Legyen szép napod, jó munkát, hadd csókoljalak meg. Ez már beszéd, kislány. Így kell ezt csinálni? Jamal, megláthatnak minket. Na és akkor mi van, ha valaki meglát, mi? Én egy igazi zseni vagyok, hogy mindent és mindenkit így a markomban tudok tartani. Észmet és apa már elmentek? Előre mentek. Akkor induljunk mi is. Menjünk. Tette, hogy minket nem kérdezett meg, de rendben legyen így. Én nem haragszom. Úgy is Birgülnek sok a munkája. Ti fogtok neki segíteni. Jól értem, hogy cselédek leszünk. Alin nem ezt mondta nekünk. Refika asszony, ők itt vendégek. Ne nevettesse ki magát, kérem. Jól van, drágám. Hogyha tényleg vendégek vagytok itt, akkor kapnak egy kávét, és mehetnek is haza. De ha ebben a házban akarnak maradni, csak így lehet. Bravo! Így van, anyuka. Ezt miért nem Ali előtt mondta? Talán azért, mert tudja, hogy ez nem tetszene neki. Jól van. De előbb kérdezzük meg Alit is. Nézzük meg, ő mit szól ehhez. Most be fogsz panaszolni a fiamnál komolyan? Anya és fia közé állsz? Miért nem lep meg? Te ilyen vagy. Nem állok maguk közé. Elmegyünk.
Lányom, nem büdös nekünk a munka. Segítünk a ház körül szívesen, és... Anya! Drágám! Refika asszony, hadd mutassa meg Birgül a szobánkat, és akkor berendezkedhetnénk. Rendben. Birgül, vezesd őket a szobájukba. Gyertek utánam, megmutatom a szobátokat. Gyertek, lányok, menjünk, gyertek. Jól van, Elias. Nyisd ki az ajtót, mintha én lennék a főnök. Elias, süket vagy? Nyisd ki nekem az ajtót. Ez a te dolgod. Te meg mit művelsz? Mit kekeckedsz vele? Te csak ne szólj bele. Elias? Elias, mi az? Szedd már rendbe magad! Gombolkozz be! Ez így nem jó. Egy sofőrnek nem csak az autóvezetés a dolga. Figyelni kell a kinézetére is. Ajtót kell nyitnia. Kiszolgálsz minket, megértetted? A cipőd legyen tiszta. Világos? Bólogatsz? Megnémultál? Mondd szépen. Igen, uram. Gyerünk, miért bámulsz rám így, mint egy ökör? Gyerünk, hadd halljam! Ne szégyenlősködj! Én a főnököd vagyok, más szóval az urad! Igen. Uram. Jól van, így is kell. Na, ugye, hogy nem volt olyan nehéz kimondani. Elias, jobb lesz, ha tisztelsz engem. Jamal, menjünk már. Jól van, megyek. Jól van, jó fiú. Jó. Ez meg mi volt? Tényleg, ha alázhatod az embereket? Ugyan már, de hogy alázom én meg? Nem, csak eligazítom, hogy mégis mi a feladata. Ugyan már, Ali. Te nem ismered őt. Apánk szánalomból adott neki munkát. Sok gondot fog még okozni. Én mondom, valamit tervez. Azt mondta, hogy nem, de én nem hiszek neki. Szóval, szerinted ő volt? Én megesküdnék a lányom életére. Biztos vagyok benne. Elias az egyik nagy ellenségünk. A másik meg, akit feleségül vettél, te bolond. Magyar hangok. Forgács Péter, Tompos Kátya, Jakab Csaba, Nyakó Júlia, Martin Márta, Csomor Csilla, Kovács Vanda, Kertész Péter, Pap Katalin, Karácsonyi Zoltán, Szabó Andor, Kelemen Kata, Szabó Zsejke, Kobela Kira, Vámos Mónika, Reigler Renáta, Rostás Ábel. Magyar szöveg Nagy Lilla. Szerkesztő Németi Bicó Katalin. Hangmérnök és vágó Nikodém Norbert. Gyártásvezető Kovács Marian. Szinkronrendező Hornyák Mihály. A szinkront az MTVA megbízásából a Pannonia Szinkron Kft. Készítette. Benyíl haját a
Atma beni ölümlere, atma beni zulümlere, götür beni gittiğin yere. Atma beni ölümlere, atma beni zulümlere, götür beni gittiğin yere. Sensiz ben ne?